döbbenetes volt rátalálnom egy olyan vállalkozásra, aki nem mást hirdet magáról, mint hogy ő a félelmet fogja lecsökkenteni. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Nagyon-nagyon erős hatás ért ebben az értelemben. Tartson velünk! A januári naurui és a februári szaúdi kirándulásunk után márciusban a Concord Podcast újra visszalátogat a csendes óceánra. A mai adásunk tulajdonképpen egy élménybeszámoló lesz, ahol adásunk stabil szereplője, Jónap Ricsi meséli el tavaly novemberi új-zélandi élményeit. A nagyon messzi Szigetország mellett a mai adásunk másik alaptémája a félelem és egy olyan vállalkozás bemutatása, aki nem másra szerződött, mint arra, hogy egy szürreális élménnyel lecsökkentse az átlagember félelem szintjét. Live more, fear less. Ez a mai mottónk. Mai vendégem Jónap Richárd, a Concord részvénypiaci stratégiája. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord privátbanki vezetője. Szevasz, Ricsi! Szia, Áron! Ricsi, tavaly a kis podcastes WhatsApp csoportunknak színes élménybeszámolókkal közvetítetted végig az új-zélandi utazásodat. Már akkor azt láttuk, hogy erről csinálunk kell egy podcast adást, aminek most, hát így 3 hónappal később jött el az ideje. Hogy jött az ötlet, hogy életedben először egyedül nekivágja a nagyvilágnak? Tavaly voltam 50 éves, és éreztem magamon, hogy valamilyen őrültséget már kell csinálnom, valamilyen vállalható őrültséget, és tulajdonképpen valahol én is beleestem ebbe a revenge travel bosszú utazásnak a mezőjébe, és május végén hirtelen felbukkant, ahogy nézegettem repülőjegyeket, egy döbbenetes repülőjegy, 800 euróért China Eastern, Shanghai egyetlen egy átszállással Aucklandbe el lehetett utazni. Meredeken nézett ki, mert oda 41, vissza 43 óra, mindkétszer 19 órányi átszállási idő Shanghaiban, hajnal 5 és éjfél közötti szabadidővel és lehetőséggel, hogy megnézhessem ezt a várost is. És nézegettem ezt a repjegyet, végig gondoltam, hogy feleségem, lányom el tud-e jönni esetleg erre, de velük máshova utaztam el, és egyik pillanatban jött nekem egy olyan érzés, hogy ez kell nekem, és így leütöttem ezt a repjegyet, és én voltam már 2000-ben Új-Zélandon, és az volt a döbbenetesen érdekes dolog, hogy akkor 280 ezer forint volt a repjegy, most pedig 298 ezer forint, tehát egy 7%-kal drágább árat fizettem, mint 23,5 évvel ezelőtt, tehát innen jött ez az ötlet, és akkor még mindig ez júniusban volt, így jegelgettem, hogy mit csináljak, hogy menjek, legfeljebb beragad ez a jegy, nem megyek el, és akkor novemberre közeledett az idő, hogy neki kell indulnom egyedül a világnak. És tulajdonképpen ez sokaknak alap, és nagyon jó élmény, és nagyon jókat hallottam emberektől arról, hogy egyedül elutazni, és mindig is vonzott ez a dolog, hogy milyen lehet, eddig mindig családdal utaztam, vagy nagyobb társasággal, a legutolsó kis síeléstől kezdve szinte, sőt, mindenhova, és vonzott ez, hogy milyen az, hogyha egyszer egyedül maradok a világban? Tehát, hogyha végig gondolom, akkor tulajdonképpen folyamatosan benne vagyok valamibe, folyamatosan még a legnagyobb szeretet mellett is, de nagyon gyakori, hogy mások igényeit elégítem ki, vagy nem 100%-ig azt tudom élni, amit éppen akkor én szeretnék csinálni, és pontosan ezért vonzott az, hogy akkor induljak neki a nagyvilágnak, amire egyébként van egy hajlamom, hogy minél messzebb, és akkor gyerünk, húzzunk el. És valahol nagyon vonzott az, hogy 2000-ben már voltam, és eltöltöttem 2 hetet Új-Zélandon, és 9 napot a Déli-szigeten, és a Déli-sziget az mindig is így az emlékeimben úgy élt, hogy hát ez a világ egyik legjobb helye. Most a saját személyes preferenciáim szerint ez nálam már nem a világ egyik legjobb helye, hanem a világ legjobb helye, tehát ez a dél-otagói tóvidék, ez egy fantasztikus vidék. Azóta is kaptam nagyon sok visszajelzést, tehát szinte bárkinek beszélek erről, hogy elmentem így Új-Zélandra, szinte mindenki az olyan, hogy ő is nagyon menne Új-Zélandra, de elképesztően és döbbenetesen messze van, és emiatt nem mernek, vagy nem akarnak, vagy nem szeretnének így elindulni az emberek. De maga a hely az úgy vonz mindenkit. Az az érdekesebben, amit mondasz, hogy azért a
A messzeség az főleg úgy definiálható, hogy hányat kell átszállni egy repülővel. Mert attól lesz igazán messze egy hely, hogyha sokat kell átszállni. De ez, hogy igazából itt egyszer kell átszállni, oké, hogy ott sokat kell várni, de aztán már térjünk ki, ott is volt egy érdekesség, azért az nem tűnik annyira borzasztónak. Hozzáteszem, nyilván sokkal drágábban, de ugyanezt tudják a Dohán vagy a Dubajon keresztül lévő légitársaságok is, hogy ott is egy átszállással meg tudod ezt oldani. Csak 2000 euró. Csak 2000 tehát euró. Tehát itt az a különleges, hogy ez ugye nem volt több mint 7-800 euró, ha egy jól számolom. 800 euró volt. Ez 800 euró volt, és ez ma is fent van. Tehát ennek az a nagyon nagy érdekessége, hogy ezek a repülőjegyek bizonyos időpontokra Melbourne-be, Sydney-be és Auckland-be most is fönn vannak a neten. A másik dolog, hogy azért Shanghai is, ahol időznöd kellett, az egyrészt egy érdekes hely, de majd kíváncsi vagyok, hogy mit láttál. Kettő, amit tőled tudtam meg, hogy lehet úgy is szállodai szobát foglalni, hogy nappalra. Igen. De hát hiszen itt pont ez volt, hogy te hajnalban megérkezel, és ott van egy pár órád, amikor picit tudsz aludni, lefürdeni, és utána megint kvázi ruhát cserélni, és úgy indulni. És úgy indulsz neki a következő éjszakai útnak. Igen. Tehát ez is egy érdekes. Igen, ez néhány órára volt az enyém, délután 1-től este 6-ig, és gyakorlatilag az volt benne a nagyon jó, hogy tudtam egyet zuhanyozni, megpróbáltam aludni, de nem sikerült. Előtte jártam egy 5-6 órát a várost, és este még egy 3-4 órát, és úgy mentem ki, száguldottam ki ezzel a maglevvel a shanghai reptérre. De engem az is nagyon vonzott még pluszba ebben az útban, hogy megkaptam tényleg 2x19 órára Shanghai-t. Visszafelé már annyira őrült voltam, meg annyira tele lettem energiával, hogy nem is foglaltam szállást Shanghai-ban, hanem végigcsináltam az egész napot, mert parádés volt, és tényleg annyira volt mit látni, nekem egyébként első számú úti cél lett volna nagyvárosok közül, ami még kimaradt az életemben, Shanghai. Amit el kell mondanom, és ez nem a reklámnak a helye, tehát parádés volt maga a légitársaság, erről semmit nem tudtam előzőleg, tehát ez odafelé 10 óra 15 perc volt a Budapest-Shanghai, és 10 óra 38 perc volt a Shanghai-Auckland. Visszafelé nem tudom milyen viszonyok miatt mind a kettő egy-egy órával hosszabb utazás volt, tehát hosszabb időt kellett a levegőben tölteni. Kényelmes volt, jó volt, minden tökéletesen és flottul működött, mind a négy járatom másodperc pontosan indult, és nagyon pontosan érkezett, úgyhogy ezek nagyon jó pontok voltak. Rögtön Shanghai-ban ért az első meglepetés, ugye azért Shanghai le volt zárva a világ elől, tehát abban is egy érdekes dolog volt ez az utazás, hogy tulajdonképpen két olyan országban voltam, ami elképesztően elzárta magát a Covid időszaka alatt. Ugye Új-Zélandról mi is podcasteltünk egyet, hogy igen, hogy Jacinda Ardern volt még a miniszterelnök. Igen, hogy működtették ők azt a lezárást, amit speciálisan a szigetvilágban ők meg tudtak csinálni, és egyébként nagyon sikeres is volt a legelső szakaszban 2020-ban. És ugye hát Kínáról nem kell beszélni, hogy mennyire le volt zárva. Utólag vettem észre, amikor már lefoglaltam a repülőjegyet, hogy ide még abban a pillanatban, 23. júniusban még kellett volna PCR-teszt, egyebek, de azt novemberre szerencsére mindent eltöröltek, amit így kellemetlenség vagy kényelmetlenség lett volna az utazónak. Kiszálltam Shanghai-ba, és így féltem először, hogy jutok be, ezért foglaltam egy taxit. És rögtön egy Hyper HT nevű autóba ültem be, aminek megnéztem utána az autószalonokban, 11 millió forint volt az ára, és az első 3 órám azzal telt Shanghai-ban, hogy ugye nekem mindenki, aki régebben utazott, elmondta, hogy akkora smog lesz, nem kapok levegőt, alig fogok látni, zaj lesz egyéb, egy szombati nap volt egyébként ez az érkezésemnek a napja, és ehhez képest én azt láttam, hogy az autók 60-65%-a elektromos autó volt. Nyilván Shanghai az nem Kína ebben a tekintetben, meg a Shanghai belvárosa és a legjobb részei azok nem jó mintavételi pontok egész Kínára vonatkozóan, de gyakorlatilag az volt a teljes döbbenetem, hogy tökéletes látási viszonyok voltak, én semmilyen smogot nem éreztem, és lenyűgözött az a világ, ahogy a különböző ismeretlen elektromos autó márkák ott mentek előttem, és aztán elkezdtem így a szalonokat, akkor azon a napon még a odaúti shanghai napomon nézegetni kívülről az autószalonokat, visszaútnál már be is mentem, le is filmeztem, meg is mutogattam nektek, tehát teljesen sokkolt ez az egész, hogy hol tart Kínában az elektromos autó forradalom, és amikor pont hazaértem, másnap Elon Musk nyilatkozta le azt, megerősítve azt, hogy amit láttam azért tényleg így nagyon sokkoló volt hirtelen így rádöbb,
menni, hogy Musk szerint pár év múlva a világ 10 legnagyobb autógyártója az a Tesla, és 9 kínai lesz. Tehát nagyon-nagyon erős hatás ért ebben az értelemben. Ami még nagyon érdekes volt az úton, találkoztam mellettem két fiatal ilyen sortos ült. Ők 180 ezer forintért vásároltak ugyanígy Okinawára repülőjegyet, és gyakorlatilag, amit a Morotomi mond mindig, hogy Japán az egyik legjobb úti cél jelen pillanatban a világban a 150-es dollár jen miatt, mert egészen egyszerűen, ami a 15 évvel ezelőtti szemünknek hihetetlen, hogy olyan árak vannak, olyan infrastruktúra van, olyan közbiztonság, közegészségügy és egyéb van, hogy nagyon sok paraméter alapján egy top úti céllá válhatott ez is. De ez csak egy mellékszál. Tehát visszatérve a Shanghai-ra, ez volt egy nagyon érdekes benyomásom. A másik érdekes benyomásom az az volt, hogy az elektromos autó forradalom mellett én apró kicsi picike jeleit elkezdtem megfigyelni annak, hogy itt a deglobalizáció már folyik. Tehát reggel fáradtan 9-kor beültem volna egy helyi, nagyon nívós, nagyon jó kis kávézóba egy reggelire, már épp mutogattam, hogy miket szeretnék kérni, és a végén szerettem volna fizetni kártyával. Adtam Vizás, adtam Mastercardos kártyát, és így szóltak, hogy bocsánat, csak kínai fizetési szolgáltatókkal és kínai kártyákkal tudok, vagy KP-vel tudok fizetni. Belvárosában azért meglepő. Meglepő, nem? És utána volt olyan top globális divatmárka, ahol szintén vettem volna valamit, és mondták, hogy ilyen kártyával nem tudok fizetni. És akkor mit tudtál csinálni? A ruhát nem vettem meg, a kávézóért, mert azért az annyira megtetszett, elmentem a legközelebbi automatáig, és kivettem KP-t, és KP-val fizettem ki a reggelimet, ami azzal, hogy 300-zal szágulthat az ember mondjuk vissza a repülőtérre, hogy a Shanghai Towerbe 550 méter magasra 55 másodperc alatt visz fel a lift, tehát hogy ilyen abszolút high-tech világ érzékelhető, és akkor bele lehet szaladni ilyen apró kis problémákba. Nagyon hosszú sor állt például a Huawei bolt előtt, valamilyen új telefonnak a kibocsátása volt. Rádöbbentem arra, hogy az Anta, mint sportszermárka, az valószínűleg a Nike-nak lesz egy riválisa. Elképesztően jól néztek ki ezek a boltok is, tehát nagyon-nagyon érdekes volt így rácsodálkozni Shanghai-ra, és nekem hozta azt a várakozást, de ez egy felületes utazónak, egy laikusnak a wow, rácsodálkozom a világra életérzésem volt, de a legnagyobb sokk az mindenképpen az volt, hogy az elektromos autóforradalom az mennyire durva. Tehát erre hirtelen így rádöbbenni. És mi történt akkor, amikor megérkeztél Új-Zélandra? Ugye éjfélkor felszálltam, 43 óra múlva leszálltam Új-Zélandon, kicsekkoltam, nagyon megörültem annak, hogy 5:30-kor még majdnem 45 fokos szögben fent volt a nap, akkor így nagyon megörült a lelkem, hogy itt hú, tök jó. Oaklandben 14-14 és fél órás nappalok voltak, a Déli-szigeten ugye november második felében már 16 órás nappaljaim voltak, ez egy csoda volt így a őszből a nyárba való elvonulásban. Oakland egy kicsit szíven ütött, mert a 2000-es Oaklandhez képest gyakorlatilag egy kicsit úgy olyan érzésem volt, hogy ez így itt maradt ez a város. Tehát, hogy úgy nem fejlődött, vagy nem alakult annyira az elmúlt 23 évben, tulajdonképpen azt éreztem, hogy a 2000-es Oakland az úgy jobb volt. Az úgy nagyon gizda volt, az hú, csiriviri, szuper módon nézett ki a kis londoni stílusú emeletes buszaival, a kikötővel, ami akkor valami egészen fantasztikus volt. Éppen America's Cup volt, és kimentünk a kikötőbe a vitorlás versenyre, tehát nekem a 2000-es benyomások sokkal erősebbek voltak Oaklandről. Most az jut eszembe, hogy 2013-ban léptük át egyszer úgy az amerikai-kanadai határt, hogy Seattle-be mentünk Vancouverbe. És amikor beléptünk a kanadai határ fele, akkor kérdezte a kanadai határőr, hogy jártunk már Vancouverbe, és mondtam, hogy igen, jártam Vancouverben 22 évvel ezelőtt. És ennyit mondott a kanadai határőr, it has changed a lot, you will see. És nem egészen értettem, hogy mire gondol, de amikor megérkeztem Vancouverbe, akkor azt nem tudom, hogy nálad mi volt a különbség, de a 91-es, meg a 2013-as, és az nem most volt, óriási különbség volt. Hát igazából ott arra gondolt a határőr, mint később meggondoltam, hogy ebből a picit európai hangulatú, picit ilyen
franciás kultúrvárosból lett egy nagyon erősen ázsiaiak által lakott és dominált város, és ez 13-ban volt. Tehát azt hiszem, hogy ez a folyamat azóta ez még inkább igaz. Ez az Ázsia-Csendes óceán fúzió, ez benne van Oaklandnek a hangulatában is, de tulajdonképpen a 2000-es Oakland számomra a világ többi része felett álló tip-top angol szász város volt. Most arra lehet, hogy Shanghai után sokkolt egy kicsit, mondom, tehát szigorúan Shanghai belvárosról beszélek, tehát ahogy mentem be Shanghaiba, azért ott nem annyira szívesen laktam volna, de gyakorlatilag, ami nagyon gazdagnak tűnt 2000-ben, a fő utca, a kikötő, ez az egész világ, az mostanra olyan átlagossá vált. Tehát az a varázsa hirtelen nem tudott megütni az első Oaklandi napomon, de gyakorlatilag már álltam is tovább, mert a fő célom az volt, hogy 12 éjszakát eltöltsek a déli szigeten, és ugye első este után már repültem is le, és megérkeztem Christchurch városába, másnap reggel béreltem egy autót, és mentem is egy Kaiko Ura nevű helyre, ami a világ egyik legjobb bálna nézőhelye. Láttál bálnát? Láttam bálnát, és ledöbbentem azon, hogy milyen high-tech lett a bálna nézés. Várjál, amikor befizettél a bálna néző túrra, akkor melyiket választottad, az, ami csak bálna néző túr, vagy ami drágább, és garantáltan fogsz látni bálnát? Már hallottam olyanról, hogy lehet a kettő közül választani. Vannak ilyen helyek, de például a Vancouver-szigeten Tofinóban ott 98% a bálna nézési arány, és hogyha valaki a kettőbe esik, akkor másnap mehet még egyszer. Itt is hasonlóak voltak a szabályok, tehát hogyha nem láttunk volna bálnát, akkor kap a csoport még egy bálnanézést, de egy félelmetes ilyen katamaránnal mentünk ki a nyílt csendes óceánra, tehát szerintem 50-60 kilométerre elhagytuk a partokat, és hirtelen elkezdték kivetíteni a nagy monitorra a hajón, hogy már 50 perc lent van a bálna, és gőzerővel megyünk oda, mert kiradarozzák szerencsétlen állatokat. Tehát gyakorlatilag a high-tech bálna nézés zajlik, és a másik hajó, aki ugyanennek a társaságnak volt a hajója, már jelezte és ott állt. És gyakorlatilag még mellé helikopterek is érkeztek, mert olyan bálna nézési formátum is van, tehát úgy nem nagyon volt béké hagyva szerencsétlen akkor állat. Akkor lényegében állt a szegény bálna, és körül és, állt a 4-5 hajó, meg fölülről még 3-4 helikopter. Így van. Tehát jó ki, lehet ott bálnának tehát, lenni, Új-Zéland tartjainak. A bálna, ott volt 7-8 percig, egyébként csodálatos volt, 15 méteres volt az állat, fújt, a végén megvolt az a farokcsapás, tehát egy szürreálisan... Tudtam, mi a dolga, ennyi pénzé. Mindent megcsinált a turisták kedvéért, de nagyon-nagyon érdekes volt ez a bálnanézés, de ezen a helyen volt egy még érdekesebb élményem. Úgy nyilván volt bennem egy hatalmas félelem, hogy akkor egyedül elindulok a világban, és adtam magamnak még egy új próbálkozást, hogy az Airbnb keresztül fogom foglalni a szállásokat, hogy legalább legyen egy házigazdám, akivel van telefonszámom, ha történik valami velem, mondjuk kimegy a bokám, vagy valamilyen probléma, ami ugye bárhol, bármikor előfordulhat, akkor legalább a helyszínen, ha valamennyi segítségre van szükségem, akkor valaki tudjon segíteni. És így nagyon-nagyon érdekes volt megfigyelnem azt, hogy egyetlen dolog nem változott 2000 és 2023 között Új-Zélandra, hogy Új-Zéland fizikailag ugyanolyan messze van. Tehát a repülőgépek nem lettek gyorsabbak. Most annyi előnyöm volt, hogy már nem kellett Párizsban és Szöulban átszállnom az odajutásig, hanem elég volt egyetlen egyszer Shanghaiban, de gyakorlatilag félelmetes volt a messzeség. És ezen a Kaiko Urán a házigazdám, nagyon érdekes volt ez az Airbnb, és itt egy kicsit ilyen megható vagy szívetvacsaró is Új-Zéland. Nagyon európainak érzik magukat. Félelmetesen ebbe a világba, vagy az angol száz világba tartozóknak, akik valahol tényleg nagyon messze vannak ettől az egész helytől. És amikor a házigazdám, aki 70-valahány éves volt, elmesélt, hogy a felesége jó pár évvel ezelőtt meghalt, és hogy hát a lánya Londonban orvos, akkor úgy borsózott tőle a hátam, hogy ez azért nem az, mint amikor még Magyarországról is valakinek Londonban orvos a lánya, mert azért a fizikai találkozások száma az nem tud olyan léptékben létrejönni. És egy-két másik helyen is megfigyeltem ezt, hogy ez a fajta szálláskiadás, és szálláskiadásnak a célja az tulajdonképpen az volt, hogy folyamatosan érkezzen valaki, akivel le lehet ülni, vacsorázni, el lehet beszélgetni. Tehát például ezen a szállásomon rögtön egy homárt kaptam vacsorára. Ez csak úgy ajándékba, ez nem volt benne semmibe, és ez az úriember így sütött nekem egy homárt, majd elmondta, hogy egyébként egy héttel ezelőtt ugyanezen a helyen
a leggazdagabb ausztrál hölgyült, aki régi ismerőse, egy 69 éves bányatulajdonos nő, csak ő magángéppel érkezett, és nem nála lakott egyébként ott, de hogy régi ismerős, és vele volt kint horgászni, vagy halászni. Tehát tök érdekes volt így az egésznek ez az aspektusa, hogy van egy sziget valahol tényleg a világ végén, ez a déli sziget, tehát Sydney is 3,5 órás repülőút ugye Ausztráliába, és az sincs közel a világ többi részéhez. Él a déli szigeten 1.250.000 ember, 150.000 négyzetkilométeren. Ez már eleve egy óriási előnye az egész helynek, hogy nulla a népsűrűség, tehát ott van a gyönyörű természeti táj, és gyakorlatilag abban ott maradhat az utazó. Vagy esetemben már inkább úgy fogalmaztam magamat meg, hogy ez már nem is turista, vagy nem is utazó, hanem így vándor voltam, ami egy nagyon nagy feeling, és nagyon nagy érzés volt. Tehát itt volt ez a dolog meg, és ezen a helyen figyeltem meg azokat az érdekes táblákat, amiket szintén elküldtem nektek, például a demencia barát bankolás. Nagyon-nagyon érdekes. Igen, volt azt egyébként ez a nem is értettük is. Pontosan, ez mit jelent, úgyhogy azt mondd már el, mit jelent. Én se tudtam meg egyébként, de valószínűleg olyan jogi és egyéb dolgok is, olyan élethelyzetek lefektetése, hogyha valaki Új-Zélandon hasonlókból, hogy a gyermekek elmennek máshova, egyedül marad, akkor valószínűleg itt előre megvannak azok a döntések hozva, hogyha beüt ez a szörnyű probléma a demencia, akkor ugye már előre rögzített döntési mechanizmusok vannak. De ez is egy ilyen sokkoló tábla volt az egyik új-zélandi banknál. Így kitéve a másik, az pedig a cunami evakuációs útvonal, hogy hova kell felrohanni, hogyha érkezne mégis egy cunami. Tehát azért Új-Zélandnak a rengeteg előnye mellett azért ott van mindig egy kockázata, a földrengésnek a kockázata, ami azért 2011-ben Christchurchben, a déli sziget legnagyobb városában nagyon-nagyon durva rombolásokat végzett, abból most kezdenek úgy, nagyjából már felálltak, de azért látszik még, hogy nem teljesen ért végére az újjáépítés. De ez nem ugyanaz a cunami, ami a Dél-Kelet-Ázsiában. Nem, az 2004-es volt, ez más, de épp a földrengések miatt azért ott van mindig ez a figyelmeztetés, hogyha a tengerparton vagy, akkor azért tudni kell, hogy hova kell hirtelen így felrohanni. És visszatérve a szállásadodra, aki mondott, hogy egy homárral kedveskedett neked, ő egyébként érdeklődött Magyarországgal kapcsolatban? Képben volt? Nagyon képben voltak. Mert egy kicsit úgy érzem, hogy ők, ahogy elmondtad, ilyen vanabi európaiak. Nagyon képben voltak, és tényleg sok mindent kikérdeztek, mindenről elbeszélgettünk, tehát gyakorlatilag meglepően képben voltak nagyon-nagyon sok helyzetről, és nagyon-nagyon sok mindenről. Most ugye az egész beszélgetésben, meg amíg kint voltál is, tulajdonképpen Új-Zélandot mindig vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz, vagy Európához hasonlítgattuk, és többször szóba került a Új-Zélandon a munkaerőhelyzet, akár abban a kontextusban is, hogy Amerikában a munkaerő hiány, azt tulajdonképpen a jellemzően a dél-amerikai bevándorlók felől elégítődik ki, de mi a helyzet Új-Zélandon? Mert én amennyire tudom, ők azért nem nagyon engednek be, hát hogy mondjam, bevándorlókat semmilyen irányból. Van 20-21 szakma, amit beengednek, de azok nyilvánvalóan például az ápolók, tehát ilyen, vagy az olyan IT szakemberek, de emellett döbbenetes munkaerőhiány volt látható, főleg a vendéglátásban. Tehát nem volt olyan étterem, ahol ne lett volna kiírva az, hogy keresnek embereket, és a legdöbbenetesebb például ez a hospitality superstar volt. Tehát, hogy nem pincéreket, nem kiszolgálókat keresnek, hanem vendéglátási szupersztárokat keresnek. Hogy így hívták, tehát ilyen superstar. Ilyen kiírások voltak, és egyébként volt olyan hely, amire ki volt téve, hogy ma meg holnap zárva vagyunk, mert pihennie kell a személyzetnek is, tehát látszottak ilyen dolgok, de például volt olyan 50 milliárd dolláros értékű a tőzsdén olyan vállalatnak a boltja Queenstownban, ami munkaerőhiány miatt tartott szünnapot kedden. Tehát így ez is ki volt írva. Tehát érdekes volt az, hogy az elképesztő természet, a nagyon jó tájak, a szuper közbiztonság, a jó közegészségügy egyéb mellett Új-Zéland nem tud produkálni annyi alkalmazottat az ilyen helyekre, amennyit szeretne. Tehát gyakorlatilag látszott az, hogy a vendéglátás az elképesztő munkaerőhiányjal küzdött. Hát igen, ez a helyzet az Európában meg Amerikában úgymond természetes módon megoldódik, ahogy azt látjuk magunk körül.
Hát úgy, annak itt ki kell találni, hogy mi lesz ezzel. Gondolom nem lehet mindenhol ilyen robotpincerekkel kiszolgálni az embereket. Van Új-Zélandnak egy óriási átka egyébként a fiatal generációira nézve, ami Ausztrália nagyvárosaiban teljesen hasonló. Az az ingatlan árrobbanás, ami a világban, szerte a fejlett világban bekövetkezett, itt extrém módon következett be. Tehát a legdöbbenetesebb az, ajánlom, menjen rá bárki egy új-zélandi ingatlanos oldalra, és nézze meg az eladóházakat, mondjuk Aucklandben, vagy a Déli-szigetnek a Chiriviri kisvárosában, Queenstownban, és azt fogja látni, hogy az esetek 80-85%-ában nem lesz kiírva ár az adott ingatlanra, hanem a következő a módszertan, ha mondjuk ott voltam és néztem mondjuk november 15-én, így kiírásokat az ingatlanokról, akkor az volt kiírva, hogy ez a ház, ez aukcióra megy december 10-én, kivéve, ha addig valaki kivásárolja az aukcióból. És ezeket tényleg úgy képzeljük el, mintha mondjuk Budapesten lenne egy háznak a becsült, vagy egy lakásnak, vagy egy ingatlannak mondjuk 100 millió forint a becsült értéke és ára, de ez nem lenne kiírva, ez a 100 millió forint, aukcióra menne, ahol valószínűleg, ha az jó paraméterei lennének, akkor 125-130 millió forintért menne el, de hogyha valakinek megtetszik, akkor lehet, hogy megkeresheti a tulajdonos 150 millió forinttal, és azt mondhatja, hogy akkor ez ne menjen be az aukcióra, most megvettem és kész. De akkor az aukciós kivásárlási ár sincs föltüntetve. Tehát az a brutálisan magas ár, ami tök irreálisnak tűnik. Nincs ár, és tulajdonképpen Aucklandben a világon az egyik legmagasabb az átlag ingatlanár per átlag jövedelem. Ez 26-7 év. Tehát az a döbbenetes helyzet van, hogy nagyon nehéz az ingatlan körülményeket megoldani, tehát pont ugye az látható, hogy ez egy 5 milliós ország a 8 milliárdos bolygón, és ha azt nézzük, amikor geopolitikai feszültségek vannak, ha a világ leggazdagabb fél vagy 1%-a szeretne valamilyen pontot találni a világban, és itt most ne a Facebook alapítóról beszéljünk, aki Hawaiion épít bunkert, hanem hogyha valami történik a világban, akkor legyen valahol egy helye, akkor erre azért ideális jelölt Új-Zéland. Valami kis ingatlan egyéb, hogyha baj van, akkor oda elvonulunk a világ zaja elől, és ez az új-zélandi ingatlanpiac, ez teljesen meg van őrülve, be semmi korrekció nem volt az elmúlt időszakban, tehát nagyon-nagyon nehéz a lakáshoz jutás, és ez extrán sújtja a helyi fiatalokat, még a fejlett világ többi részéhez képest is. Tök érdekes ez ott lakó emberek szempontjából, de most nézzük meg a te szempontodat, tehát turista szempontból, mik a legnagyobb pozitívumok Új-Zélandban. Nyilván tudunk egy-kettőt magunktól is felsorolni, anélkül, hogy jártunk volna ott, de mi az, amit te láttál, és ami meglepett, és nagyon pozitív volt? De elfogadjuk azt, hogy az embernek három tápláléka van, amit itt már a podcastben emlegettünk, ugye az ételital, a levegő és a benyomások, akkor gyakorlatilag Új-Zélandon ez 10 per 10-es mindegyik, tehát a benyomások, a természeti táj az döbbenetesen szép, tehát ez elképesztő. A levegő szuper tiszta, ez egy kicsit egy probléma is egyébként, mert a 40.-50. kör között ezek a vágtató 60-asok nevű szél megy körbe az egyenlítő és az Antarktisz közötti kiegyenlítődésbe. Azért volt egy-két olyan nap, amikor tényleg döbbenetesen erős volt a szél. Ez egy kicsi kellemetlenség, de ettől aztán olyan tiszta a levegő. Tudom, mire gondolsz, ami a Fundéglobosoknak nagyon jól jön, mert azzal ott körbe söpri őket a földön. Az keresztül fúj Új-Zélandon. Így van. Az ételek teljesen hibátlanok. Tehát egyszerűen semmilyen reggeliző helyen, semmilyen ebédnél, vacsoránál, étteremben nem volt hibapont. Fantasztikus minőségű élelmiszereket kaptam. Mivel száraz éven volt tavaly, ezért a jó új-zélandi borokat nem tudtam megkóstolni, viszont föl... De azért hihetetlen is, hogy nem tudod feloldani arra nem napra föl. A száraz nem. Évszakodat. Vagy a száraz évemet nem oldottam nem fel. Nem is értem ezt a kifejezést komolyan. A száraz hónap helyet vezettem be 2023-ra. Sajtottam. De ami nagyon érdekes volt, hogy viszont ezek az ausztrál új-zélandi ilyen kézműves sörfőzőknek már olyan alkoholmentes sörei voltak, amik parádésan jó minőségek voltak, tehát még ebben is megkaptam ezt. A tér mint elem, vertikálisan, horizontálisan, brilliáns. A tavakból két helyen is, ez a dél-otagói tóvidék, egy Wanaka és egy Queenstown nevű városka,
300 méter magasan vannak ezek a tavak, és 2500-3000 méternyi szintkülönbséggel emelkednek ki a hófötte hegyek. Nagyon messzire ellátni, elképesztő jó minőségben megépített utak, 50-60 kilométereken át szembe nem jön senki, országos főutakon egyedül mész, és gyakorlatilag csodálod az egész. Viszont azt hallottam, hogy így is tele van trafipaxszal, és nagyon erősen megbüntetnek. Tehát lehet, hogy 15 kilométerig nem találkozott senkivel, de mégis bemérnek. Én szerencsére ilyen, nem is tudtam erről, de nem kaptam ilyet. Pedig mentem szépen, de nem érkezett nekem ilyen. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nincsen semmilyen szemétláda állat, akitől félni kellene. Tehát ez egy nagyon érdekes és olyan hely, hogy voltam már a kanadai sziklás hegységben, ahol a csodálatos túraösvényen nem lehetett elindulni, mert ki is volt írva, hogy ez a medvék országa. Tehát nem volt semmilyen ilyen dolog, és az fantasztikus, hogy a gyönyörű túrákat a felmenni a hegyek tetejére, azt ilyen nagyon lazán meg lehet csinálni, és nem kell félni semmilyentől, vagy csak tavaly voltam Erdélyben, és ott is volt olyan, hogy mentünk ki sütögetni Csíkszereda mellé, és előttünk futott át a medve. Igen, és... egyébként ezt, amikor elmesélted, ezt azért ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy magunk számára is, hogy ez valami elképesztő nagy pozitívum, hogy, és csak a medvét mondtad, de azért Amerikában, Észak-Amerikában ne felejtsük el, hogy jöhetnek szembe pumák, amik szintén simán megölnek minden évben jó pár embert, Kanadában és Amerikában, és akkor a nagy ragadozók mellett, ami teljesen hihetetlen volt számomra, hogy nincsenek mérges kígyók, és igazából mérges pókok sem. Tehát, hogyha valaki táborozik, vagy csak heverészik fél napot a, nem tudom, a fűben, akkor szemben azzal, ami Ausztráliában vár rá, igen, hogy 14 féle kígyó, meg 28 féle pók tudja halálra csípni, itt azokból semmi sincsen. Tehát, hogy ez teljesen hihetetlen. Igen. Ez nagyon nagy pozitívum. Igen, és ami még egy óriási pozitívum volt, hogy a déli szigeten reggel 5:20-kor kelt a nap, és 21:50-kor ment le. Hát tényleg 16 óra, vagy bő 16 órányi világosság volt, amit amikor valaki... Igen, tehát nagyon-nagyon, ez nagyon-nagyon jól esett. Mondjuk úgy elfáradtam általában, hogy egyetlen egy este néztem rá a csillagos égboltra, ami szintén nagyon jól látható. Hú, pedig a dél keresztje azért. Dél keresztje meg volt egyszer, igen, de... Ezek kerested a göncölt, és eszedbe jutott, jaj. Nem, igen. Igen, nem, ez nem volt itt. Várjál. Ricsi, ha itt vagyunk, lefolyó irányt néztél? Nem néztem, ez mindig elfelejtem. Nem néztél lefolyó irányt? Igen, és az is ugye fordított. Nem. Isten, tényleg a legfontosabbat elfelejtetted megnézni. Negatívumok, mert szerintem ne menjünk el. Ugye van ez a szél, ami a vendéglóban előny, itt azért nem annyira kellemes. A déli napfény ismeretlen kategóriájú az UV. Egyszer kimaradtam fél órára, és elaludtam, és olyan barna lettem, hogy az tényleg hihetetlen. Ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a nagy áruházakban vagy boltokban az élelmiszerek, amik így ott voltak, a feldolgozott élelmiszerek aránya eléggé magas volt. Annak hát ellenére, hogy egy édenkert. Igen, tehát hogy a boltok kicsit amerikanizálódottak voltak, ahhoz képest mondjuk, hogy én azt gondoltam, hogy ez Portugáliához közelebb áll. Így az élelmiszer tisztaságban, óceánhoz lévő közelségben és egyébben, és óriási csomagokban azért az üres kalóriák azok nagy mennyiségben fenn vannak kínálva, és a világ egyik legelhízottabb országa egyébként Új-Zéland, tehát ez érdekes, azért ez a déli szigeten nem annyira látszott, és volt még egy érdekesség, ezt az érdekesség kategóriában említem meg, hogy a 20 és 30 év közötti hölgyek olyan szinten voltak széttetoválva, hogy ez volt az, ami minden nap teljes mértékben ledöbbentem. Tehát bementem egy kávézóban, és gyakorlatilag alig volt olyan barista, akinek ne lett volna a négy végtagján, mind a négy végtagján tetoválás a hölgyek között is. Tehát sokkal inkább megy ez a maori kultúra, ugye 17%-a Új-Zélandnak maori, és elképesztően szép motivumokkal, nagyon érdekes ennek a kultúrája, de hogy ez gyakorlatilag így végig söpört a teljes társadalmon. De a tetoválási motivumokban is ezt a maori kultúrát lehetett látni, vagy semmi között? Nem, volt. Inkább csak annyi, hogy úgy megszokott volt a maorik miatt a tetoválás, és itt is megszokott elterjedt. Volt, és ez elterjedt, és nyilván azért szuper művészeik is vannak egyébként ehhez, de ez csak egy ilyen érdekességként említem. De a fiatal, ugyanidős férfiak nem voltak ennyire kivarva? Ennyire nem. Érdekes. Tehát sokkoló volt azt látni, hogy ez női sporttá vált már inkább most Új-Zélandon. Tehát ezen én egy kicsit meglepődtem. Tehát érdekes volt ezt így látnom.
De akkor nem tudtam megfejteni, mi az a... Mondom ezt jobban. Úgy, hogy másfél évig gondolkoztam azon, hogy nulla tetoválással 50 éves szülinapomra nem Új-Zélandra megyek el, hanem egy egész hátas tetoválást varratok magamra. Tehát nekem ez másfél évig folyamatos tervem volt, tehát ezt véletlenül se kritikának vagy egyébnek érezze a hallgató, hanem így rádöbbentem, hogy te Jézusom, mennyire megy ez a tetoválásnak, ez a kultúrája. A nulla tetoválásból egy egész hátas azért az egy elég erős váltás lett volna. Az lett volna. Az lett akkor volna. Végül itt Új-Zélandon sem csináltál egy picit. Nem, és nem is erősített meg. Hát tehát nem, így. Nem. A feleségem is fellélegzett, így mondta, menjél nyugodtan, és akkor nem kell 30-40 évig néznem a hátadat. Tehát tulajdonképpen ez a dolog így ott volt, és gyakorlatilag tehát ezeket a dolgokat figyeltem meg, és úgy a 10. napra eljutottam oda, hogy megérkeztem oda, ami a végső célja volt ennek az utazásomnak, mert tulajdonképpen az oda 41, vissza 43 óra, meg mire lekeveredtem, meg leautóztam, meg eljutottam, megérkeztem a világ adrenalin fővárosába, Queenstownba. Na, ott mi történt? Azt, hogy élted meg? Én ezt a várost imádom. Voltam eddig életemben 2 napot előtte ott, most 4-et, de már vágyom vissza. Tehát ez nálam az első számú alpesi üdülőhely, egy csodaszép tóparton, egyébként a gyűrűk ura forgatási helyszínek vannak a környéken, tehát nem csoda, hogy ez a környék lett a forgatási helyszín, mert elképesztő az a természeti táj, ami ott van. Mindehhez az angol száz kultúra, és mondom, az a közegészségügy, közbiztonság, hogyha bármi van, akkor azért van az ember mögött egy ilyen védőháló, és látszik is, hogy ki kellett találni valami izgalom forrást, és ennek a fő atyamestere az A.J. Hackett, egy 58-ban született úriember, aki a 80-as években, a késői 20-as éveiben egy vanuatui szertartást kezdett el tanulmányozni. Ugye ott volt az eredeti bungee, és ő kitalálta azt, hogy ebből hogy lehetne csinálni modern világbeli bungee jumpingot. Ő nagyon hosszú ideig valamelyik ilyen anyagtudós barátjával kísérletezgetett azon, hogy legyen ehhez megfelelő kötél a bungee jumpinghoz, tehát ugye le lehessen ugrani egy magas pontról, és az a kötél megfelelő lassulással fogja meg az ember. Tehát az ősi vanuatui szertartásokban... Az nem ilyen, és a rántásnál egy olyan nehézségi gyorsulás volt, amit a Forma 1-esek is nehezen vennének, tehát az egy másik kategóriája volt ennek a dolognak, és a 80-as években ő le is tartóztatták az Eiffel toronyról, ugrott egyet 87-ben talán, és 88-ban megalapította az új-zélandi vállalkozását, ezt az A.J. Hackett bungee jumpingot, és ők Új-Zélandon 3 helyszínen ugranak, az egyik helyszín nem működik most munkaerőhiány miatt. Tehát azért végig gondoljuk, a bungee jumpingnál ez nagyon-nagyon kemény állás, akik ott dolgoznak, mert ez egy olyan üzleti modell, hogy egyetlen egy hibázás gyakorlatilag padlóra küldheti a teljes modellt. 1.200.000 új-zélandi ugrott eddig a 30-valahány év alatt A.J. Hackettnél, tehát szerintem globálisan is ez 1,5-2 millió közé tehető azoknak a száma, akik az ő új-zélandi bungee vállalkozásánál ugrottak, soha senkinek semmilyen baja nem volt. És be fogjuk linkelni ide a blogunkra a podcast felvezetés alá azt a kis 1,5-2 perces videót, ami a Nevis bungee-nak a helyszíne. Ez egy 134 méteres ugrás, drótkötélen egy völgybe 2 csúcs közé ki van feszítve egy házikó, ahol ilyen csillével lehet bejutni, 200-220 méteres mélység van, és oda kell levetnie magát az embernek, ez egy 8,5 másodpercig tartó zuhanás, ebből 3,7-3,8 másodperc a szabadesés, utána elkezd a kötél fogni, tehát 70 méterig szabadesés van, az utolsó 64 métere már az a belassulása ennek az ugrásnak, és én ezt jelöltem ki magamnak, hogy nekem egy ilyen ugrás kell, és tulajdonképpen nagyon tetszett a mottója ennek a vállalkozásnak, ez a Live More, Fear Less. Arra ébredtem rá ez alatt, tehát rengeteget volt időm ugye a magányomban filozofálni, hogy az elmúlt 10-15 évben a világunkban a félelem mennyire el tudott terjedni. És miért tudott elterjedni a félelem? Gyakorlatilag ugye folyamatos híráramlásokban vagyunk, és mondjuk a 10-15-20 évvel ezelőtti az egy generációval előttünk lévők megnézték este a tévéhíradót. Ott megkapták a híreket a világból, de az időben korlátozott volt,
és gyakorlatilag az érzelmeikre való kihatása az nem egész nap tartott ezeknek a híreknek. Jelen pillanatban a mobiltelefonjainkon folyamatosan kapjuk a világnak a híreit, amik nagyon gyakran negatív érzelmeket generálnak bennünk, és nagyon gyakran valamilyen félelem energiát ébresztenek meg bennünk. Ettől lehet félni, attól lehet félni. Tényleg rengeteg olyan dolog van, ami félelmetes a világban, és valahogy ezek áttörnek a telefonjainkon. Akár a közösségi média híráramlásban, akár a mainstream médián keresztül, de folyamatosan kapjuk a külső világnak a félelmeit, és ezeket valahogy ezekkel táplálkozunk is. Ami különböző érzelmeket váltanak ki bennünk, a félelemtől a dühön át nagyon sok mindent. És azt kezdem el megfigyelni a mai világban, hogy míg a kapitalizmus kiterjedésének talán egy korábbi korszakában a vágyébresztés volt az egyik első számú motivátor a fogyasztásra, jelen pillanatban ez a FOMO, ez a lemaradástól való félelem, ez a közösségi média világának az egyik első számú generátora vagy alap motivátora, hogy tulajdonképpen olyan félelmek gerjesztődnek az emberekbe, hogy lemaradunk, lemaradhatunk valamiről. De ez is egy félelem. És azt kezdtem el megfigyelni, hogy tulajdonképpen alapvetően a félelem és a félelmekkel való szembenézés az nagyon-nagyon sok üzletnek, biznisznek, egyébnek az alapvető marketing eszköze, ha ezt nézzük, és döbbenetes volt rátalálnom egy olyan vállalkozásra, aki nem mást hirdet magáról, mint hogy ő a félelmet fogja lecsökkenteni. Tehát, hogy segít azon a félelmen átvinni, hogy ott áll valaki 200 méterre a szakadék fölött, és levetheti magát, és biztonsággal vissza fogják húzni, és utána megnyugszik, hogy hú, ez a dolog így megvolt. Előző este így rádöbbentem, hogy másnap mennem kell, 40 perces bungee busz visz ki Queenstown belvárosából, ami egy szürreálisan szép és jó élményem volt, és talán az útnak a legfőbb élménye. Én rögtön a reggel 8:40-es csoportba jelentkeztem be, 8 óra 10 perckor kellett ott lennem a főutcán. Az egész főutca ezen a november 22-i szerdán zsizsgett. Az adrenalin sportokat keresték az emberek, motorcsónak 95-tel megy a kanyomba, a sziklák mellett, bungee jumping, ugye most csak két helyszínről, 4-5000 méter magasról tandemejtőernyősugrás, és mentek ezek a dolgok így, és különböző helyszíneken álltak sorba az emberek, hogy megkapják ezt az adrenalin adagjukat. Nem csoda, hogy ez a világnak ugye így az adrenalin fővárosa. És ott éreztem azt, hogy így az 50 éves korosztály képviselőjeként így két világ közé vagyok szorulva, mert általában a 25-30 évesek mentek adrenalin sportra, a 65-70 évesek gyűrűkuratúrára, a nagy buszokkal vagy a Milford Soundba a világ egyik legszebb fjordját megnézni, és akkor ott álltam, hogy még ezt választom, tehát még ugranom kell. Azért ezen a ponton, Ricsi, azért el kell mondanom, hogy azért nem véletlen, hogy ez az adrenalin túlfűtött játszótér az ott alakult ki, mert ugye pont 15 perccel ecseteltük, hogy ez a világ legbiztonságosabb országa, a legnyugodtabb országa, különböző vadállatok szempontjából is. Ezt mondod, ha mondjuk Székelyföldre egy osztály gyereket kiküldesz tájfutni hétvégén, azok kapnak annyi adrenalint, hogy túléljék ezt a kis tájfutóversenyt, mint a új-zélandiak a 200 méteres ugrásukkal körülbelül, de csak zárójel bezárva, tehát folytasd, csak így eszembe jutott. Nem, tehát tulajdonképpen ott éreztem rá, hogy na, mennem kell, és így azt éreztem, hogy na, gyerünk most már. Felültem erre a buszra. Előző nap készültem, ugye írogattam is nektek, ti így elbúcsúztatok tőlem, hogy jól van, leugrasz, oké, ennyi. És megnéztem jó néhány videót. Egy tanács volt, ne nézzek le, közvetlenül az ugrás előtti egy percben. Ezt meg is fogadtam egyébként, mert akkor nagyon nehéz lett volna ugranom. Egyébként 2000-ben már ugrottam, csak akkor a 43 méteresről ugyanitt Queenstownban egy másik bungee jumping helyen. És kivitt ez a busz, oda megérkeztem erre a felnőtt játszótérre, ahol van ez a bungee jumping, és van egy másik helyszín, ahol 300 méteres ívű hintázás lehet csinálni. Tehát egy nagy hinta van kifeszítve, ez egy swingnek hívják ezt a dolgot. Fú, az is szürreálisan nézett ki, egyébként így utólag nézegettem mind a kettőt, amikor már mások csinálták. Igyekeztem első lenni, kiálltam, megcsináltam. Ebben az a fantasztikus, hogy a következő 2-3 napra így megvan a gondolatvilága az embernek erről az egészről,
És ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy működött az üzenet. Tehát működött az az üzenet, hogy kimertem állni oda, leugrottam, és gyakorlatilag az az érzés jött meg, amiről mondom, így néztem videókat, és mások is beszámoltak. Talán a Will Smithnek van fent az egyik legjobb videója erről, a tandemejtőernyősugrásról, hogy egy egészen más világ nyílik meg a félelem leküzdése utáni zónában, hogy tulajdonképpen semmi különlegeset nem csináltam. Tehát gyakorlatilag egy 100%-os biztonságú tevékenységet végeztem. Ezt mondtam is többször, hogy egy esős, hónos esős napon elindulni a magyarországi utakon 100 kilométert vezetni, az sokkal kockázatosabb ennél a tevékenységnél, de valahol mégis a félelmetességi faktora az nagyon-nagyon durván ott volt. És tulajdonképpen ez a csodája volt meg az a kis 3 perces videóm, amit magamról hazahoztam erről a felvételről, amit azért úgy hetente egyszer így megnézek önmagamban, hogy amikor már nagyon sokszor érzem, hogy öregszem, és már kevésbé vagyok vállalkozókedvű, vagy egyéb, akkor a legvégén így összegeztem magamban, hogy leéltem 18 000 napot az életemből ezen utazást megelőzően, amikor gyakorlatilag nem volt 3-4 olyan nap az életemben, hogy végig azt csinálhattam volna pontosan, amit én akarok. Itt ez most sikerült. Még hogyha néha ez nagyon fáradtságos is volt, mondjuk hazafelé a Sanghajt végigjárni még egyszer, és ahogy hazaértem, így bennem maradt ez a dolog, hogy megérte ugrani. Tehát megérte odaállni, és megérte kipróbálni ezt az érzést, és megérte annyira őrültnek vagy hülyének lenni, amit egyébként az 50 éves Steve Jobs fogalmazott meg a Stanfordi beszédében, hogy ez a be hungry, be foolish. És ezt utólag láttam, meg utólag beszélgettünk róla, de hogy tulajdonképpen a dolog legvégén valahol a Steve Jobsnak ezt a fajta tanácsát fogadtam meg. Azért elmondom neked, hogy amíg nem voltál itthon, de előre küldted a felvételt, azt alaposan kielemeztük, hogy mit látunk mi rajta kívülről, és azon a ponton, amíg kiálltál, ott körülbelül az látszott, hogy összekötött lábbal, mint egy ilyen nagyon meggyötört, megalázott rab, ilyen 2 centis kis lépésekkel így csoszogsz kifele a kivégzőhely felé. Tehát ott teljesen ez jön le. Abszolút. Főleg az összekötött láb miatt, meg igen. Az a 2 centis lépések, a csoszogás, kinézés, hát látszik, hogy mereven előre, tehát azt, hogy láttuk, hogy nem kell lenézni. De amikor az ugrás megtörténik, akkor valahogy még azon a felvételen is álltunk, hogy valami úgy átszakadt, tehát akkor ott megvan az elhatározás, és aztán utána már csak ilyen nagyon messziről látszik, hogy ott essel, akkor nem látszott el rajtad. Az egy másodperc tűnik egy ilyen nagyon fontos átváltásnak a... Abszolút ez is volt. Az elugrás. És az elrugaszkodás. Ez egy elég határozott elrugaszkodás. Tehát van egy ilyen pám. De erre egy napig tempója. Készültem, hogy amikor a bungee mester számol 5-től visszaszámol 0-ig, hogy akkor nekem ugranom kell, és hogy az lesz a motto, és az volt utólag még így a fantasztikus ebben az egészben, hogy ott abban a házikóban arra a 3 emberre kvázi az életemet bíztam rá, egy idézőjeles hülyeség miatt, hogy nekem ott ugranom kellett, és amit még magammal hoztam, hogy ez nagyon kockázatosnak tűnik, vagy nagyon zoralnak tűnik egy ilyen ugrás, de a biztonsági standardek. Tulajdonképpen, ami a tőzsdei kereskedésben is, vagy bármibe behozható. Ennél a vállalkozásnál azt figyeltem meg, hogy ők 34 év alatt olyan biztonsági standardeket építettek ki, amik félelmetesek. Tehát itt teljes mértékben működik a fékek, ellensúlyok rendszere, egy csomó minden, a redundancia, a megerősítő biztonság, a hevedereket, az egész szerelést, amikor föltették rám, mindig fölrakta valaki, és 2 ember ellenőrizte. A lábamnál mindig 2 ellenőrző ember volt minden egyes mozzanatnál. És ahogy beértem oda a házikóba, nem az jutott eszembe a 3 srácról, a 3 fiatalról, akire rábíztam az életemet, hogy úgy egyéb körülmények között nagyon rájuk bíznám az életemet, de mégis annyira működött ez a fajta vállalati kultúra, hogy adta magát az igen, egész helyzet. Igen, itt az a fontos, hogy ne uralkodjon el az a típusú ilyen szenőrűrítás, hogy Józsikám, mit nézegeted? Nem hiszed el, hogy jól meg tudom csinálni 25 év után? Ez nem, és ez nem is mert volt. Ugye itt kezdődnek a bajok. Ez metaforikusan, legyen az Costa Concordia, vagy bármi, amikor vagy egy pilóta fülkében, amikor elkezd működni a szenioritás. Itt nem volt. Tehát itt abszolút látszottak ezek a dolgok, és volt még egy fantasztikus mi volt ennek, hogy
magamfajta teljes átlag emberek ültek ebbe a bungee buszba, mindenki maga elé nézett, nem sok beszélgetés volt. Nem csapkodtál. Ahogy mentünk ki, és hogy gyakorlatilag utána úgy beleállt, mindenki megcsinálta, volt nyilván egy kis beszélgetés az egész dologról, de az egészben azt éreztem, hogy jó néha a Steve Jobs-i dolgokat megfogadni. Szóval az egész beszélgetésből az jön le nekem, Ricsi, hogy mindenkinek maximálisan javaslat, hogy menjen el Új-Zélandra, és maximálisan javaslat, hogy próbálja ki ezt a hacket. Mi a pontos nem? Milyen hacket? AG hacketnek az ugrását, ezt a szuper nagy bungee jumpingot. 134 méteres. Megpróbáltam a 134 bungee jumpingot. De a zárásként, a beszélgetés lezárásként mi a legfontosabb üzeneted, vagy a nagy tanúság ennek az egész útnak? Saját magam azt gondolom, hogy még hogyha valaki családban él, baráti társasággal, egyébbel, és esetleg pontosan amiatt, hogy mindig van kivel mennie, utaznia, együtt lennie, én sokak számára nagyon javaslom. Általában például nagyon jó benyomásokat kaptam bárkitől az életben, aki a Caminóra elment. Én nem hallottam olyanról, hogy valaki azt mondta volna, hogy ez egy átlagos élmény lett volna, csak szuperlatívuszokban beszélnek az emberek erről. Tehát én nagyon javaslom mindenkinek a szóló utazásnak a kipróbálását, aki ez, de eddig csak kokettál. Tehát egy teljesen újfajta élmény magunkban maradni. Ez volt az első olyan tapasztalatom, ami abszolút pozitív volt. Ugrani kell, tehát szerintem, ha valaki Új-Zélandra elmegy, akkor ott ugrani kell, mert ez az őshaza, ez az az élménye a dolognak, ami egy ilyen kimagasló extrája az egész ott létnek, és rengeteg beszélgetést folytattam azóta, és mindenki azt mondta Új-Zélandra, hogy ez nagyon-nagyon messze van. Szintén, akik szeretnek utazni, azoknak minden értelemben azt javaslom, hogy tegyék fel a saját listájukra egyszer ezt az országot, mert az a szintű térélmény és az a szintű alacsony népsűrűség olyan, mintha 4-500 millióan lennénk a világon. Tehát nem lenne ez a népsűrűség, nem lenne ez a túlnépesedés és egyéb. Tehát egy ilyen fantasztikus játszótere a világnak. És ami még félelmetes egyébként Új-Zélandban, leszámítva a Queenstownt és a környékét, mert az egy top üdülőhely és dupla szorzójú árai vannak egyébként sok szolgáltatásnak meg egyéb dolgoknak, de Új-Zélandnak a többi részén az árak kvázi nem voltak drágábbak, mint Magyarországon, és ez megint egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Tehát ki kell bírni szerintem az odautazást, és aki kibírja, annak ez egy egészen kiváló és máshoz nem hasonlítható élmény lesz a világban. És ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz fel Concord Podcast nevű Apple, Spotify vagy YouTube csatornánkra, írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n.